Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér nézőit. Befejeződött a 8. székelyföldi Varga Sándor verstábor Csíkcsomortánban. Erről láthatnak egy összefoglalót. Érdemes megnézni, hiszen ebben az esztendőben is ott voltak azok a szakmai vezetők, akik sokat tesznek azért, hogy a fiatalok ott lehessenek a táborban, és jó élményekkel, tanulással gazdagodva térhessenek haza. Ebben az esztendőből is ott voltak a székesfehérvári versünnep döntősei, Budapestről, illetve Miskolcról, tehát az anyaországból, illetve Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról és székelyföldi gyerekek természetesen. Nézzük meg együtt! 8. alkalommal népesült be a székelyföldi Csíkcsomortánban a Varga Sándor verstábor. A találkozó jelmondata idén csillaggal álmodik az éjszaka, Reményik Sándor versének gondolata mentén rendezik meg a Kárpát-medencéből érkezett fiataloknak a hagyományos találkozót, megőrizve az alapító Varga Sándor közösségépítő szándékát. Sok előkészület kíséri a tábort, alapvetően nagyon nagy logisztikai pontosságot és precízséget igényel a tábornak a létrehozása, meg nagyon sok szervezést, sok-sok egyeztetés, kontaktálás, kapcsolatfelvétel, és igazából a szállásnak, a kirándulásoknak, az előadóknak a megszervezése. Tehát, hogy maga az egy nagyon nagy szervezői munka, de itt édesanyámat kell megemlítenem, aki igazából a munka dandárját ilyen szempontból viszi. Ebben az esztendőben 33 anyaországbéli, köztük a fehérvári versenynep döntősei, budapesti, miskolci, illetve felvidéki, délvidéki, székelyföldi, kárpátaljai fiatalok mélyülhetnek el a tábor nyújtotta szakmai programokban, amelyhez a tematika alapján idén a szerelemhez kapcsolódó pódiumbeszélgetések, a népi kultúrában, a szentírásban megtalálható történetek adják az alapot, Kubik Anna Kossuth Díjas színművészünk, Rászkevei Anna és Rúból Dödön színművészek szakmai iránymutatása mellett. Érdemes élni és szerelembe esni, és érdemes egymás iránt kíváncsiak lenni. Úgyhogy ezt a vágyat szeretnénk felkelteni bennük a verseken keresztül is, és továbbá még mindenképpen az, hogy közösségé formálódjanak. Ez is természetesen a verseken keresztül is elérhető, de a kirándulásokon, a táncházakon keresztül is, szóval nagyon színes a programunk, és nagyon szeretnénk, hogyha ez összehozná a csapatot, és ahogy szoktunk, mindig könnyezve búcsúznánk majd el egymástól a tábor végén. A délelőttökön Milus Marian segítségével beszédtechnikai órák és a Magyar Örökség Díjas Cédrus Táncegyüttes szakmai vezetői Lőrinc Beáta és Varga Zolt illetve Varga Lőrinc a népi kultúra táncos gyökereihez vezető utakhoz vezeti el a fiatalokat. Zenei találkozókból sem lesz hiány, Heitzinger Mika és Török Máté a Misztrál együttes tagjai, ezúttal Nagycsinál Gergellyel közös produkciójukkal varázsolják el a közönségüket, komoly lelki plusz nyújtva. Száguldozom szélszekéren köd után, Eszterhé a fuvolám, száguldozom köd után, kóricálok árkon bokron tűhegyen, bulcsok táltos ló megyen, kóricálok tűhegyen. Száguldozom szélszekéren köd után, Eszterhé a fuvolám, száguldozom köd után, kóricálok árkon bokron tűhegyen, bulcsok táltos ló megyen, kóricálok tűhegyen. Egészen különleges koncertnek lehettek részesei a székelyföldi verstábor lakói és a csíkcsomortáni zenekedvelők. A Misztrál együttes nagyszerű Heitzinger Mika Török Máté párosa ezúttal Nagycsinál Gergely verseire írt dalaikkal varázsolták el az igényes székelyföldi emberfiát. Nekünk egy olyan kapocsá válik így az évek folyamán, ami sok irányba indul el, és ez a sok irányú úton való kalandozás külön-külön is, és együtt az egy olyan világot tud teremteni, ami mindig ott, abban a pillanatban születik meg, ez így lesz ma is. Esténként
itt az utcán sétált. Mögötte bivaj nagy legény, fehér mezítelen karját. Ha érintettem volna csak, de akár egy balga koldus. Váltam a ködben hallgatom. Hetzinger Mika az invenciózus alkotóember mintája, ugyanakkor számára is fontos az az újszerű fenség, amit Nacsinák Gergely mélységeket kutató prózájának megzenésítése jelent. Mi nem most találkoztunk először, vagy mindannyian egy helyről jövünk, így hát mi már előtte ismertük egymást, csak ebben a testben, amiben most élünk, most találkoztunk talán 9 éve. Hogy meddig tarthat? Hát az öröki valóságig. Magam vagyok. Nincs hű, uram, barátom, magam vagyok haragomban, hevemben, magam vagyok tikkadtam, elepettem. Magam vagyok, hogy nálam senki jobban, magam vagyok hívemtől elhagyottam. Magam vagyok, ha ablakom kitárom, magam vagyok, szobámba rejtezettem. Magam vagyok hallgatni nagy sírásom, magam vagyok letörve, elernyedtem, magam vagyok. A civilben görögkatolikus pap és kulturális közíró Nacsinák Gergely olyan gyengétséggel és kivételes érzékenységgel mutatja be köznapi, mindenkinek ismerős pillanatainkat, foglalja keretbe bánatba, örömbe hajló köznapi létünket, ami mindenek felettisége egyszerre taszít és felemel. Mi általában fordítva működünk, mint ahogy a Mistral szokott működni, hiszen a Mistral verseket zenésít meg, míg velem úgy dolgoznak a fiúk, a Mika is és a Máté is, hogy először küldenek egy dallamötletet, és én arra próbálok szöveget írni. Eddig ismétlem magamban a nánánát és a trárálálálá, amíg végül szöveg születik rá. És igazából a zene diktálja, és a zene mondja meg azt, hogy milyen szavak szerepeljenek majd ott az énekben. Ez az este bebizonyította, milyen is az, ha valaki túl van a virtuózitás vagy a hangszerrel báni tudás kérdésén. Kevés hangból álló dalokat hallottunk, mintha a hangjegyek közti csöndet komponálták volna meg nekünk, de talán éppen ezért ott volt mögötte a teljes ember, és minden megszólaltatott hang a hallgató egész lényét ragadta meg. Meg kell tanulni egy verset, nincs mese. Nagyon kedves meglepetés vendég látogatta meg a székelyföldi verstábor fiataljait. Ferenczi Noémi a Ciszterci Szent István Gimnázium tanára azért érkezett, hogy körülnézzen a csomortáni idillben, s ha már ott volt, egy rendhagyó irodalomórára invitálta meg a közösséget. Pásztoróra címmel a tábor tematikájához kapcsolódva, a szerelem mélységeit kutatva szólította meg a diákokat. Amikor arról volt szó, hogy valamilyen órát kellene felépítenem, akkor fogalmam sem volt, hogy mit fog takarni a pásztoróra, most már tudom. Mind a három műnemben körülnéztem, és megpróbáltam olyan fiatal szíveket és eszeket megszólító témát találni, ami talán érdekes lehet még este 9-től fél 11-ig is. Az interaktív játékos másfél órában gyorsan kiderült, hogy a fiatalok értik és érzik a szerelem mindennapjaiban rejlő ünnepek varázsát, azt a semmihez sem hasonlítható, határtalan, lélekemelő, borzongató érzést, ami megváltoztatja időről időre életüket. Amikor félrenéz a felnőtt társadalom, akkor természetesnek tartom azt, hogy a fiatalság megkeresi a legalacsonyabb kerítést, a felnőtt társadalomnak pedig az a dolga, hogy elmagyarázza, hogy mire valók a kerítések. Ez régebben is így volt, most is így van, ebben nem látok nagy változást vagy különbséget. Az értékeket meg kell mutatni, és mindig van, aki fogékony rájuk. Ferenczi Noémi a közös gondolkodás mestereként a tanító barátság jegyében mutatta meg a fiatal felnőtteknek, hogy perlekedő lelkük kellős közepén is ott van a vágy és érintés sohasem silányuló mítosza.
Az idei székelyföldi Varga Sándor verstábor egyik leginkább várt beszélgetése a szerelem a Bibliában volt, amikor is két elismert és szeretett egyházi személyiség mutatott utat a mindennapok és az ünnepek szíveket megdobogtató örökérzéséről, a szerelemről kicsit másként. Dékány Sixtus, ciszterci szerzetes, az evangélium örökérvényű igazságait gyűjtötte csokorba a fiatalok okulására. Na, azt gondolom, hogy elsősorban úgy lehet megszólítani a fiatalokat, bármilyen témában, nem csak a szerelem szeretett témakörben, hogy megpróbálunk kiindulni az ő problémáikból, megközelítéseikből, kérdéseikből, és hát persze egyházi emberként nyilvánvalóan az evangéliumot és mondjuk így az egyháznak a tanítását is kiinduló pontnak tekinthetjük, hiszen magát az evangéliumot és az élet írta, hiszen Krisztus emberré lett, és azok a társak, akik megismerték ezt a sajátos krisztusi szeretetet, vagy ha tetszik, az isteni szerelmet, abból kiindulva írják meg az evangéliumot, és az evangélium tulajdonképpen az életkönyve. Tehát jól összehozható a mai modern hétköznapi fiatalnak a kérdései, a problémái, a keresései az evangéliumban megfogalmazott általános emberi kérdésekkel, keresésekkel és válaszokkal. Dezső Tibor református lelkipásztor a maga egyedi játékos komoly gondolataiban nyitott ki rejtek ajtókat kicsiknek, nagyoknak, s tette ezt az egyetlen lehetséges módon, őszinte tisztasággal és szeretettel. A szerelemre nem szabad érvényes legyen logika. Bár tudom, hogy kell készülni egy előadásra, egy beszélgetésre, de igazából nem lehet felkészülni, úgyhogy szerelemre se. Hát az jön. És úgy hiszem, hogy talán ez lesz ennek a beszélgetésnek is a lényege, ami a szívünkben van, azt kiengedjük. Az est hozadéka mindenképpen az volt, hogy a résztvevő fiatal felnőttek megtapasztalhatták, nincs kivétel, a szerelem minden pillanata az ő épülésüket szolgálja, és csak örök időkre készülve szabad szeretni. Játékos zenés este gyorsan kiderült, Bordi András személyiségének egyedi és eredeti stílusjegyei dalválasztásaiban, a gondoskodó szeretettel, tiszta szívvel előadott megzenésített versekben is sikerre ítéltettek. A gyerekek félig meddig azonosak, félig meddig változnak. Én azonos vagyok, a gitár azonos, a játék azonos. Igazából ami állandó és ami nem változik, az az, hogy együtt játszunk. És hogyha ugyanazok a témák előkerülnek, mint a szerelem, vagy mint a hazafiság, vagy mint az alapvető emberi értékek, amelyek meghatároznak bennünket, azokat is nagyon sokféleképpen lehet kifejezni. És azt gondolom, azért fantasztikus ez a verstábor, mert olyan költészetünk van, magyar költészet olyan gazdag ezeknek az ábrázolásában, hogy párját ritkítja Európában, de a világon is. És a játékkal pedig az az igazi cél, és ez nem is az én személyem, én csak ilyen, lakmuszpapír, vagy valami, nem is lakmuszpapír, hanem, hogy mondják, katalizátor. Igen, bocsánat, kémiából nem voltam túl jó. Tehát, hogy mint egy katalizátor, én csak arra kellek, hogy ezeket a gyerekeket helyzetbe hozzam. Valóságos befogadói élmény a minden harsányságtól és mesterséges mélabútól mentes mélységesen igaz dalok interpretálásával előtűnt a szerzői gondolat, és az értékőrző szándék is megvalósult. Az egy táborban is azt gondolom, hogy az élet egyéb területein is nagyon fontos, hogy az ember merjen játszani. A játszó ember sose gonosz. A játszó ember sose akar rosszat a másiknak. A játszó ember lelke rendben van, önmagával harmóniában van, és aki önmagával harmóniában van, az szerintem a világgal is harmóniában van. Tehát én hiszek abban, hogy így belülről megyünk kifelé, és a közös dalokkal megalapozzuk ezeket a helyzeteket, hangulatokat, és aztán utána jönnek azok a játékok, amelyeket, de ha a téma ugyanaz, és a szituációt szóró szóra megadom, és elkezdjük játszani, mivel a gyerekek mások, de még ha ugyanazzal játszunk,
egyszerűen improvizálunk, és mivel én nem vagyok olyan, mint tegnap, de még olyan sem, mint 5 perccel ezelőtt, ezért soha nem lesz ugyanaz. Tehát ez mindig egy végtelen izgalmas dolog, ezért izgalmas is, meg félek is tőle, mert nem lehet rá fölkészülni. A rendhagyó drámaórák mestere ezúttal egy másik műfajban adott ízelítőt, rejtekajtókat kinyitva arról, miként lehet ötvözni a mélységesen tiszta gondolatokat a gitár húrjain felcsendülő akkordokkal. Sós Ágnes Szerelempatak című dokumentumfilmje is szerepelt a verstábor palettáján, majd egy pódiumbeszélgetésen Lőrinc Beáta és Varga Zoltán, a Solymári Magyar Örökségdíjas Céntrus Tánc Együttes művészeti vezetői, és Balázs Lajos néprajzkutató, a Csíkszeredai Szapiencia Egyetem professzora elemezte a filmben megfogalmazott gondolatokat. Igen, megdöbbentett és meglepett a szó igaz értelmében az a feszült követése mind a filmnek, mind az utána elindított beszélgetésnek. Úgy éreztem, hogy számukra semmi sem volt balaszt, semmi sem volt hiába való beszéd. Tehát, hogyha őket ennyire érdekli, azt jelenti, hogy így, vagy ehhez képpen, vagy hasonlóképpen tálalva beszélgetéseket szervezve, csak mondjuk társadalomilag is szélesebbé tehetjük a nevelésüket, de mélységében is sokkal eredményesebb lesz, és becsülni fogják azt, amit én valóban nagy értéknek tartok. A nemzetközi fesztiválokon is nagy szakmai sikereket aratott dokumentumfilm alapját egy kicsiny erdélyi faluska lakóinak intim szférájából készült beszélgetések, történetek adják. Az alkotás eredője Balázs Lajos, Amikor az ember nincses ezen a világon című kötete, amelyben 40 évnyi kutató munkájának eredményét tárja az olvasók elé. A néprajz professzor kiemelte azt az őszinte figyelmet és érdeklődést, ami a film bemutatását kísérte. Itt egy mag. Valószínű valamilyen szempont szerint voltak ide hívva, választottak. De hiszem azt, hogy elmennek, továbbadják, amit hallottak, amit láttak. Egy másfajta viszonyulási modellt fognak innen elvinni. Ezért fontos ilyen rendezvényeket készíteni a számukra. És lassan-lassan gyűrűznie kell egy másfajta viselkedési modellnek, egy másfajta erkölcsi tartásnak, ami ezekkel szemben meg kell nyilvánuljon, mint ember, az ember részéről. Az intimitás kérdésében különleges atmoszférát nyújtó alkotás attól is egyedi, hogy a néző olyan közel kerül a kitárulkozó emberekhez, ami visszafogottságra késztet, azt érzi, hogy nem léphet át egy bizonyos etikai határt, nem használhatja ki őket, élhet a sorsukkal, de nem élhet vele vissza. Nevethet velük, de nem nevetheti ki őket. Ide falu végén, ott áll egy fa magában, oda jár egy juhász legény, furuljálni a lája. Ede furulja a szó, ede behalszik az ablakon, ébredjen fel, ne aludjék a nagyságos kisasszó. Vaszi Levente a gyímesek kiapadhatatlan népi hagyományainak, kultúrájának őrzője, és Varga Zoltán a Cédrus Tánc Együttes művészeti vezetője röpke egy óra alatt is évtizedeket, évszázadokat lépve vissza az időben idézte meg a gyímesi csángók mindennapjait vígságban, bánatban, együttlétben, magányban. Ő a tiszta forrás. Lélekben, testben, mindenben. Tehát épp arról beszélgettünk többet magammal is itt, hogy amikor ül és csak beszélget, hát akkor egy szerény ember, csendes, de amikor énekel, mondja ugye, hogy fel kell állni, mert az énekléshez fel kell állni, és akkor szól a hegyeknek az éneke. És ez egy olyan különleges, nem csak adottság, hanem egy egész ember, aki nagyon-nagyon nagy példát adhat nekünk mindenféle tekintetben.
Vaszi Levente, aki a Kosteleki Magyar Ház vezetőjeként és tanárként dolgozik szülőfalujában, fontosnak tartja, hogy a moldvai Csángó Magyar Oktatási Program keretében lehetőségük van megismertetni a gyimesi havasok táncait, hallhattak tréfás gyimesi meséit, a mindennapi életet felidéző dalait, ízes történeteit, a csángók furfangos észjárásáról, álhatatosságáról. Énekbe is ugye ugyanúgy meg lehet fogalmazni ezt a szerelem témát, mint versben is. Tehát szinte ugyanaz. Csak egyiket elmondják, a másikat énekelik. Szerintem azért az éneklés az csalogatóbb, és az még jobban megfogja, a hatásosabb, mondanám úgy, az énekbe. Tehát ugye itt énekeltem olyan gyimesi népdalokat, ami ugye szerelem benne van. De a nagyjába benne van. Tehát ezért is tudták így el betelepíteni Gyimesvölgyit, mert szerintem eleinte erre koncentráltak, erre a szerelmes népdologba, és akkor ma ugye hamarabb ment a szaporodás. Bár Vaszi Levente azt mondja, Kostelek olyan messze van, hogy az ember már azt hiszi eltévedt, csak kicsit tovább, mi láthattuk, hogy a gyimesi Csángó falu közel van, nagyon is közel. A verstábor egyik leginkább várt eseménye minden esztendőben a Misztrál együttes a magyar könnyűzenei élet egyik legnépszerűbb formációjának koncertje. Repertoárjukon épp úgy megtalálhatók a magyar és a külföldi klasszikus és kortárs költők versei, mint az ősi népzenei kultúra feldolgozásai. Fellők felettem, betonok alattam, feladtam, itt hagyom a város, hogy a tengerben kimossam magam. Minek is kapartam, kocsi meg a partban felszerelt, menj enyémél az égnek, mert a panasz könyv itt betelt. Hát akkor taposd a gázpedált, a szíved amúgy is. Hát akkor taposd a gázpedált, ne bánt. Én ezt hallom, de bal oldalról, mintha kicsit halkabb lenne. Ez a nagyon, nagyon boldog éjózás. Szóval próbáljuk újra. Éjó! Éjó! Ugye, hogy már egy kicsit... Most nem az éde, na. Éjó! Az élet nap régetővel, mert egy vígondival kerek. Nekem a halálom, magam is belátom, semmi már, megsodol a mámor, elszív egy napfényes hajnalom. Hát akkor taposd a gázpedált, hajítsd a sarokban. Hát akkor taposd a gázpedált, de várt az élet, hogy jobb. Kezed a zsebekbe, fejed a magasba, felesd be. Majd a Bermudákon, a homokba temetve megtalálsz. Nagyon a vitorla, életük idobva, ó, de kár. Várom, hogy kitárul a személy a mögötti óceán. Hát akkor taposd a gázpedált, magától beindul, amint megáll. A táborzáró gála a sokszínűségi jegyében idén is méltó búcsú volt. A versekben, a táncokban, a dalokban megjelent az összetartozás misztériuma, az a semmivel össze nem hasonlítható kézközel, arcközel, amelynek mentén mindenki megbizonyosodhatott az egymás iránti szeretetről.
szemmel ülök a fénybe, rózsafa ugrik át a sövénye, ugrik a fény és gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleséget, s már feleséget, fenn a magasban, fenn a magasban, dörgedelem van, dörgedelem van, dörgedelemme, dörgedelemme, s kék jele herva, s kék jele herva, lenn a tavaknak, stükre meg ára, stükre meg ára, jöjj be a házba, jöjj be a házba, vesd le ruhádat, vesd le ruhádat, már esik is ki, már esik is ki, már esik is ki, vesd le az inget, mossa az eső, mossa az eső, össze szívünket. Nemes Nagy Ágnes, a szomj. Hogy mondjam el? A szó nem leli számat. Kimondhatatlan szomj gyötör utánad. Ha húsevőn virág lehetne testem, belém szívódnál illatomba esten. Enyém lehetne langyos, barna bőröd. Enyém kezed, melyel magadat őrzöd, s mely minden omló végső pillanatban elmondja, mégis önmagam maradtam. Enyém karod, karom fölé hajolva. Enyém hajad villogó barna tolla, mely mint a szán suhan, suhan velem, hintázó tájon, fénylőn végtelen. Magamba innám olvadó húsod, mely sűrűs, édes, mint a trópusok. És illatod borzongató varázsát, mely mint zsúrlók s ősvilági zsáják. És mind magamba lenge lelkedett. Fejed fölött, mint lámpion lebeg. Magamban mind mohón, elégítetlen. Ha húsevő virág lehetne testem. De így, mi van még? Nem nyugszom sosem. Szeretsz. Szeretlek. Mi reménytelen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!